Sziasztok, Zsuzsák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. We expected how they play today because we know that they are really a good team. They can play football. We saw that they get the ball. They try to let them run. You know, try to get the space that they want in order to score. But I think we make it difficult for them because we didn't open the gate. We try to close all the gate in the midfield and we have a couple of chances and thanks God we scored the 1-0. Amit vártunk, egy kiváló csapat, ezt bizonyították itt is. Egy nagyon nehéz mérkőzés, viszont egy nagyon jó ritmusú és színvonalú mérkőzés láthatott a közönség. Szerencsére sikerült gólt szereznünk, itt a másik fél vége felé még akár rövelhetünk is volna az előnyünket. Nem szabad elfelejteni, hogy ők is azért ott tartózkodtak a kapunk előtt. Nagyon boldog vagyunk, hogy elő tudtunk kiharcolni. Ez volt a célunk, hogy lehetőleg gólt vagy gólokat szerezzünk és ne kapjunk. Ezt a részét megoldottuk, de biztos vagyunk benne, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk odakint Borisovban is. We play zero in the back. They didn't score because the problem is if they will score, we have to score two goals or to do something in the back game. But now it's 1-0. It's okay. It's three points. But the next game we have to do the same in order to go in the next level. Nagyon jó játszott a srácok. Én nem emelnék ki senkit, mert úgy gondolom, hogy a csapat együtt jó teljesített. Igen, az elején voltak gondok, mert nem jól osztottuk el a területeket, viszont utána én úgy gondolom, hogy rendben voltak, főleg a fél után, meg kivált, első fél végén is, és a második félben végig rendben volt a csapat védekezés, abból kontrákat tudtunk vezetni, ezeket kellett volna egy kicsit pontosabban befejezni. We're gonna try to do the same because we know that it's gonna be a lot of space after 20-25 minutes. We will try to get our chance. We know that we are capable to score one goal away, and we will get our chance and we will do everything possible to get a good result there too.